100 évesnek lenni, az egy kitüntetés. Az egy olyan állapot, ami ebben a hazában és a világon csak nagyon-nagyon keveseknek adatik meg. Hoztam neked valamit, doktor bátyám. Engedjétek meg, hogy felolvassam Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak levelét. Tisztelt Vitéz Békei Kósottó alezredes úr! A nemzetek mindennapjaiban épp olyan fontos szerepe van a feltáruló múltnak, mint ahogy az egyes emberek életében meghatározóak a családi hagyományok. Ahol a hősiesség, a kitartás, a becsület apáról fiúra szállt, és az Istenbe vetett hit bizonyossága vezette már az ősöket is, ott az utódok meglátják, sőt, a saját bőrükön tapasztalják az örök igazságot, a választottakat semmi és senki, sem háború, sem fogság, sem hátrányos megkülönböztetés nem szakíthatja el Isten szeretetétől és attól a küldetéstől, amelyet ebben a világban kell betölteniük. Ön 100. születésnapjához közeledve is a rendet, a tisztességet, a becsületet, az Isten hitet és a hazaszeretetet képviseli, és ezzel megtestesíti a régi mondást. Mindig bátrak, hűek, különbek, mint mások, békében és harcban a ludovikások. Hálás vagyok, hogy bajtársai emlékének őrzése révén ma is nagy odaadással végzi a nemzet szolgálatát, példát mutatva ezzel nem csak az akadémia mai növendékeinek, hanem minden magyarnak. Engedje meg, hogy egy kivételes alkalomból nagy tisztelettel köszöntsem, és még sok családja körében eltöltött időt kívánjak önnek. Isten éltesse és tartsa meg jó egészségben. Budapest, 2015. április 20-a, tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Miért vitték el önt? Engem nem vitték el. Én katona voltam. Én hadifogságba kerültem. 44. augusztus 27-én. De ugyanakkor már 1941. október 27-én már először kimentem a harctérre, illetve a megszálló csoporthoz. És mivel én a megszálló csoportnál teljesítettem szolgálatot, hát ez volt az én bűnöm. Ugyanis, amikor fogságba estünk, a harcok után, a 44-ben magyarországi harcok után, akkor hadifogoly táborokba azokat, akik vagy a megszállóknál voltak, vagy valaki besúgott, és valamit mondott rá, azokat az oroszok kiemelték és elítélték. De maga hadifogságba került. Én hadifogságba kerültem. És hova került utána? Én 45. január 1-én raktak ki engem az Uralba, Ufalejba. Ufalejba kiraktak egy olyan szerelvényből, amelyik 2500 fővel indult el a Kárpátok előteréből, Stariszamborból. Az úton, az út az Uralig 26 napig tartott. Ez alatt a 26 nap alatt a szerelvényen, ahogy az oroszok mondták ki aztán később, 650 halottunk volt. 45 tavaszára a táborba körülbelül a 10%-a maradt életben, van 200-250 közötti létszám volt
akik életben maradtunk. Itt végén gépen egy bizonyos idő után, 45-ben a táborba jöttek ilyen NKVD-sek, vagyis az orosz ávó. Azok érdeklődtek, szagláztak, minden. A legtöbb az kért, hogy hol volt, merre járt, mit csinált. Hívtak, főleg a tiszteket emelték ki, hozzávetőlegesen én 100. rendfokozatba estem már fogságba, 1938. augusztus 20-án végeztem a Ludovika Akadémiát. Ennek következtében, amikor a tiszteket hívták, és a tiszteket fajkatták, többek között engem is, én nekem nem volt mit takargatnom, nem is akartam tagadni semmit, mivel ha tagadok, akkor esetleg valamit rá, az embernek rá fognak, hogy valamit elkövetett, azért tagadja le. Én megmondtam, hogy mikor, hol, mikor, milyen szolgálatot teljesítettem, úgy a harctéren, mint otthon. Na mostan, ugyanakkor a orosz legfelsőbb tanács hozott 43 áprilisában egy rendeletet, hogy azt lehet, röviden lehetne jellemezni halála megszállókra. Vagyis kihoztak egy rendeletet, hogy akik a megszálló csoportnál teljesítettek szolgálatot a háború folyamán, azok halál büntetésre szabható, a halál büntetés szabható ki. Na most ennek alapján aztán kezdtek fogadni, hol voltam, merre, elmondtam minden szépen, hogy történt. Lényeg az, hogy a végén 1950. október 9-éig mindig, ha hazajött egy szállítmány, abból én kimaradtam. 50. október 9-én engem letartóztattak, akkor már nem az Uralban voltunk, hanem a Voronyezsbe voltunk, egy magyar táborba, onnan emelte ki a börtönbe, és vittek el Ukrajnába hadbíróság elé. Ott ítéltek el 25 évre, az ítélet úgy szólt, hogy halálra, de mivel a halálos ítéletét időközben eltörölték, 25 év javító nevelő munkatáborba letöltendő szabadságvesztése. Akkor utána kerültem a gulágok táborába, ugyanis a gulág az nem sziget volt, hanem az az éppen amint itt a börtönöknek a főparancsnoksága. Ebből a 25 évből 5 évet töltöttem le, és 1955-ben átadtak bennünket, mint az utolsó transportot, a magyar kormány rendelkezésére. A magyar kormány rendelkezése pedig az volt, hogy amint megérkeztünk Nyíregyházára, ezek
a külön megjegyzett körülbelül 253 fő, az azonnal megint visszatették a vagonokba, és lekerültünk Jászberénybe, a börtönbe. Itt, még tartottak bennünket az utolsó 80 főt, június 8-áig, a többit úgy fokozatosan elengedték, és június 8-án pedig 80-ankat felhoztak a gyűjtőfokházba. A gyűjtőfokházba voltunk szeptember végéig, október elejéig, ott szintén kezdték elengedni a társaságot, még 56. október 8-án szabadultam délután 2:30-kor a gyűjtőfokházból. És hova ment először? Hova? Először a keresztanyámhoz mentem, ugyanis a háborút a családom, a szűk család, 8, hogy úgy mondjam, katonásan kifejezve, 8 fővel kezdte. Abból van egy hősi halott, van az anyám, akit az oroszok lőttek agyon, van a 90 éves nagyanyám, akit már égőház pincéjéből mentettek ki a bombázáskor, 91 évesen az oroszok lőtték agyon. Az öcsém a Donnál elesett, és a nővérem és a családja az is meghalt a háború alatt, az egy, mondjuk egy szomorú dolog, de mind a négyen, a nővérem, a két gyerek és a férje szintén meghaltak, úgyhogy, de volt nekem valakim, akit 1944. június 8-án jegyeztem el, akit azután 1956. november 17-én vettem feleségül. Milyen sora volt utána itthon? Mire gondol? Mire? 28 évig, vagy 27 évig, 15 is fél négyzetméteres szobába lakni harmadmagával, köves padló. Mit dolgozott? Mi volt a kenyérkereset ebbe az időbe? Segédmunkás. Első állásom nagyon jó volt, akkor még 56-nak a forradalmi szelleme megvolt decemberben. Bányánál mérnökségen bevettek, de amikor visszajött a bánya igazgató, kommunista igazgató, akkor kijelentette, ilyen fasiszta háborús bűnösekkel nem hajlandó együtt dolgozni. Úgyhogy akkor repültem, és akkor kezdtem el fúró munkásnak lenni. Ugye, ami szerencse volt a fiamnak, mert a fiamnak a anyakönyvi lapjában az van benne, hogy apja foglalkozása fúró munkás. Ja, így egy fia nem piszkálták őt, aki nem tudta amúgy is, hogy ki voltam. Egy fia van? Egy fiam van. És a felesége mivel foglalkozik? A feleségem az tanítónő. És utána mikor lett jobb, vagy mikor lehetett erről már jobban beszélni? Vagy tudták a
beszélt a tábor életről itthon, nézze, másoknak? Hogy beszéljen az ember? Amikor az ember a munkahelyén, ha valakinek köszönt, nem köszönt vissza. Haragszik valakire, Otto bácsi? Van magában valami harag? Bárkivel szembe? Azt érzi, hogy az olyan igazságtalanság volt, amit mai napig hordoz magába? Nézze, az egész élet igazságtalanság. Az egész élet. Hát végeredményképpen mi miért harcoltunk? Nem a kommunizmus ellen? Nem a kommunizmus ellen harcoltunk? Nem a németek mellett? Mi tudjuk, hogy mi volt 19-ben. De ma, ha megkérdeznek egy egyetemi tanárt, vagy elkezdünk beszélni társaságban egy egyetemi tanár, egy egyetemi tanár, amikor 19-ről szó van, ez egy megtörtént tény. Azt mondja, hát Otto bácsi, ezt én sose hallottam. Valahol egy társaságban szó került a 19-es Samuel és egyéb társaságunknak az éve. És azok az elegi. Hát nekünk mesélik a 19-et, akik áldozatainak a gyerekei velünk jártak egy padba. Hát ez a nép, ez a nemzedék, a miénk, akik máma is ott len vannak, az a Trianonnak a nemzedéke, ez a trianoni nemzedék, mi azért azt akartuk, hogy az ne legyen, és az ne jöjjön be az országba, és mit kaptunk? Volt egy magyar vezető, akit nem Madrid, hanem Barcelona hóhérának neveztek, az 48-ban itt volt magyar vezető, tudják azt maguk? Gerő Ernő, azóta barcelonai hóhér, mint ahogy a másik kommunisták, a nem tudom melyik városnak volt a hóhéra. Mi ezt tudtuk, ugye? Otto bácsi, egy valamire nem válaszolt az előbb pontosan, hogy mikor 56-ban nyitva volt a határ, és megint azt látta, hogy az oroszok jönnek innen, a kommunisták jönnek vissza. Nem mondta azt, hogy hát én most elmegyek, és máshol harcolok a kommunisták ellen? Én vagyok a magyar, vagy ki? Én hagyjam el a hazámat miattuk? Azért, mert nekem van jogom itt lenni. Nem a jöttmentnek. Mert én véremet hullattam ezért a hazáig. Most is kapott a közelmúltban kitüntetést, és látom a hajtókáján is, hogy több. Meg hát tudom, több kitüntetést is kapott. Ezek olyan elégtételek, hogy igen, most már igazság van, és minden a helyén van? Vagy ezek? Nézze, az el tudja maga képzelni azt, hogy magát, mint nőt, 25 éves korában
beteszik egy ketércbe, és ott 37 éves korában engedik ki, és akkor reggel kieresztik, mert a lovat, meg a tehenet is megpaskolják, amikor hazajön a legelőről, a gazda megpaskolja, ugye? És az ember reggel ki, este be, és aztán 77-szer végigszámolják, mert ötös szorzóval kéne a őröknek dolgozni, de hát az néha nem stimmel, ugye? Vagy azt lehet mondani, hogy sose stimmel, és úgy, mint a marhát terelik, azért ezt nem lehet megszokni. És hogyha végignézem azokat a rendőri jelentéseket, amik vannak a birtokomban a történelmi hivatal révén, ugyanis, mert amikor október 8-án engem kiengedtek a gyűjtőből, akkor utána kezdődött 33 év a politikai rendőrség megfigyelése. 1989. június 23-áig megfigyelés előtt álltam a kartonom alapján. És Otto bácsi mondta, hogy még az állatoknál is rosszabb soruk volt a táborba. Mi hajtotta egyik napról a másikra? 25 év nagyon nagy idő. Annyit kapott, az volt a penzum. Hát nézze, 25 évet, tudja, nem hitt, az ember nem hitt el. Most ez szintén egy olyan egész egyéni valami, a 11. évben jártunk már. És már eddig volt az ember. És akkor meg elkezdtem nézni ott a kerítésnél, hogy hol kéne elkezdeni fúrni, vagy menni, hogy az őr onnan a őrhelyről úgy találja az embert, hogy ott is maradjon, úgyhogy ne menjen tovább. Mert hát mi? Az ember a kötélre nem szívesen gondolt. És amikor úgy nézegetem, akkor úgy eszembe jutott, te ide figyelj, ha ezek 2 év múlva esetleg hazamennek, mit mondanak otthon, hogy 11-et kivét, a 12-et, 13-at már azt is kibírhatta volna, nem? Ez volt, mert utána mindig benn volt a remény az emberbe, hogy ez nem történhet meg, hogy én 60 éves koromban fogságba esek, 29 éves koromban és 60 éves koromban szabaduljak. Hát ezt nem tudtam elképzelni. Hát mondjuk azt, ezeket az képzelj el, ha ti itt 29 és 41 év között mit éltetek ti át, vagy mit csináltatok, akkor össze tudjátok hasonlítani azt, hogy én mit vesztettem. Nem mondom, nehéz, de szép életem volt addig, még annak ellenére, hogy az ember háborúba is volt. Nem akarok fölvágni vele, de hát végemképpen a háború az a férfinak a dolga,
Hát az jött, ezt kaptuk, hát azt kellett csinálnunk. Isten, sokat, sokat. Fogadd a szóra kész ajándékát nagy szeretettel. Isten ilyen bárcsak sokáig ott kívánsz. Isten kaptál, köszöntöd a boldog, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Isten értessen sokáig. Fújj te! Nem fújjuk el ezt, majd elhasszik magát. De ezt nem tudja el. Most tied a szó. Úgy vagyok, hogy 25 éven keresztül majdnem minden egyes alkalomtól.